Vendégünk volt rádió gaga interjú. Tíz év rengeteg dal, meg annyi élmény, keményebb időszakok és adrenalinnal teli pillanatok, tíz év rímekkel, akkordokkal, otthon felemlegető szívből szóló sorokkal, és Magyarországot is meghíd, meghódító csupa szeretett bombákkal. Tíz éves a Bagosi Brothers Company a jubileumot 2023. március 11-én Budapesten az MVM Domban ünneplik meg rajongóikkal, követőikkel. Engem most az elmúlt tízeszendő Bagosi Norbert szemszögéből érdekel, akit köszöntök is Székelyföld legnagyobb rádióhálózatának stúdiójában a Rádió hogy Székelyföld legnagyobb rádióhálózatának, a rádiógagának egyik stúdiójában ülsz? Szia Most orda. már igen, és nagyon örülök neki. Köszönöm szépen, szia, szia. Nos, miután kérveztük a reklámot, a lehetőség egy -e <laughs> picit beszélgessünk a Bagosi Brothers Company elmúlt tíz évéről. Nem szándékom kiharapni egy szeletet a ti tortátokból, de a kezdetekkor én is ott voltam, amikor a banda alakulni kezdett. Emlékszem, még a 30. születésnapi erdei összeröfenésemre is kihívta, le, aki az viszont már homályos, hogy a banda összes tagja ott volt-e, de mintha egyedül Zsolt Zsombi hiányzott volna akkor még. Ugye Zsombi amúgy később is került be a csapatba. Én már ugye Tesóddal, Lacival és Tatáratával beszélgettem az elmúlt tíz évetekről. Most az érdekelne, hogy te hogyan emlékszel vissza a kezdetekre. Tudatos volt a mai felállás, vagy a kezdetekben csak egy újabb próbálkozás volt, mert ugye volt nagyon, de nagyon régen a Hot Snow Storm, aztán a szél is egy picit, aztán volt a Bagosi Norbert és az akkord felelősök, szori, amikor még festetted is a hajad, nagy történelmi <laughs> pillanatok ezek. Tudatos volt tehát az elindulás a Bagosi Brothers company vagy csak így jött össze? Hát a 30 éves szülnapodra csak félig emlékszem. <laughs> a, Én még annyira a, sem. <laughs> a Igazából szerintem tudattalat mindig is nagyon akartuk a zenekaros Tehát Amikor legelőször gitárt vettünk a kezünkbe, akkor is nem az volt a cél, hogy csak játszódjunk meg valamit és tanuljunk, hanem nagyon ilyen makacsul és kitartóan Csináltuk tényleg egész addig, ameddig vérzett az újunk, és nem tudom, eddig nem sikerült tényleg pár hét alatt megtanulni a ilyen, ilyen, ilyen tábortüzes daloknak a, a rengetegét, uh -huh. és... Um, és legelső perctől zenekarutás volt a cél, tehát felvittük a tömbházlakás első emeletére a kis szobába a dobsz, dobfelszerelést, és ott püföltük, édesanyukánk nagyon cuki volt és tűrte, <laughs> a, és első perctől alakultak zenekaraink. Én minden, azt hiszem, hogy öcsém meg Szilárd minden egyes zenekarban benne voltam, be én játszottam, hiába, hogy volt az 6 7 is, általánosságban mi mindig ott voltak velem együtt. És a Bagosi Brothers Company is ugyanúgy alakultam, úgy, mint minden egyes másik banda. Annyi különbséggel valószínűleg, hogy már nagyon összeszokott emberekkel és barátokkal voltunk együtt. Tehát nagyon jól ismertük egymást, egymás zenei ízlését, ki hogyan viselkedik a színpadon, a kocsmában egy jó beszélgetés mellett, és egész egyszerűen úgy álltak össze ezek a dolgok, hogy valószínűleg így kellett ennek történnie. itt valljuk be, hogy sok dobos közül nem választhatatok, mert a sok dobos akkor Gyergyó Szent Miklóson, vagy Gyergyó környékén még nem volt, így a szilárdra esett a választás, de hát jó választás volt, de hát én még az előző zenekarokban is együtt játszottatok, ugye? Persze, együtt persze. persze. Mondom, minden egyes zenekarban minden egy szilárd, szilárd ült a mögöttem, és támogatott bennem amúgy nem csak a ritmus szekcióban, hanem a szövegekben is, mert amikor a saját szövegemet mindig elfelejtettem, akkor mindig így néztem hátra, és szilárd tátoktatta nagyon hangosan, hogy hoz, hogy kezdődik, és amúgy ez a mai napig ugyanígy van. <laughs> ugye a kezdetekben úgy apostrofáltak benneteket, hogy az egyslágeres erdélyi magyar zenekar, mert hát ugye berobbant az Ad Vissza játékom. Különös jelentősége volt, hogy már az első saját kiadott dal nagy közönség előtt megszelőztetett szerzeményes sikeres fülbe mászó track volt. Magyarul a kérdés az, hogy megpecsételhette a sorsotokat az Ad Vissza játékum? Hogy érzette így az elmúlt tíz év távlatából? Mondjuk, hogy ha nem jön ki egy annyira sikeres dal, mint az Advisza a játékom, akkor itt lennétek, ahol most tartotok tíz év után. Ajaj, hát ezt nagyon nehéz megmondani. Nem úgy mondanám, hogy megpecsételt, hanem inkább úgy, hogy nagyon sok ilyen dal van, meg nagyon sok ilyen pont van a ennek életében, ami, ami nagyon sokat lendített. És azt hiszem, hogy mindig, mindig a, nem tudom, a helyünknek megfelelően lendített rajtunk, és és igen, az ad vissza játékom az, 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 nagyon nagyot ment, hál' Istennek. Amikor az megíródott, és egy párszor elő is adtam egy szágitárral, akkor még nem volt zenekar, tehát a zenekar alakult igen. ezért a dalért kb. <laughs> és, de viszont amikor mondjuk megvolt egy kis lemezünk, és felvettük a nagy lemezt, és elindultunk Magyarországra is koncertezni, túrnézni, akkor ott például az ad vissza az kevésbé indult be, sőt a koncerteken lehetett érezni, ahogy, a, ahogy az emberek magukénak érzik, de úgy amúgy annak a, hogy úgy mondjam, a nézettsége az mai napig sem szárnyal, semmilyenféle. Pedig amikor Atával készítettem az interjút, Ata azt mondta, legalábbis Erdélyben, amikor koncerteztetek, hogy ha az Advisza megszólalt utolsó, vagy első dalként, vagy első és utolsó dalként ezen a koncerten, akkor mindig buli volt. Abszolút. De akkor Magyarországon annyira még nem jött be ez a dal, vagy nem ismerték még annyira az Advisza Nem, ott szerintem, hát most ahogy így viszem, emlékszem, ott inkább úgy kezelték, mint egy ismeretlen dal, de abszolút, abszolút magával húzta uh -huh. az embereket már első első körre. is. Uh, igen, az valószínűleg az, az egy, az egy a, abban a korban egy nagyon jó sikerült nóta, ami, amivel, amivel el, lehetett, el lehetett indulni, és lehetett építeni rá a többi dalokat. Sőt, nem tudom, beszélted-e Dorogi Petivel, hogy sokan azt hitték, hogy egy intim torna illegál dalról van szó. Szóval ezt, ezt is Atta mondta, vagy Laci K mondta talán. Köztük Atta is azt hitte, <laughs> tehát még nem volt a zenekar, és Atta nézett a Your Living Room teraszán játszottam egy, egy rövid félórás blokkot, és eljátszottam ezt a dalt, és ő azt kérdezte, hogy jaj, de az Intim Tornai legalább dal, igen, mondtam, hát ez nem az, ez az enyém, köszönöm, de ó, akkor még jobb, is és igen. Nem kértelek, Norbi, a legelején te jól énekeltél, de nem ilyen jól, mint mondjuk az elmúlt hat évben teszed. Mi változott? Magad képesztett hangilag, vagy más segítsége jutatott arra a szintre, amit elértél? <síns> Magam sem képeztem nagyon magam, inkább azt mondanám, hogy szerintem a, a koncertek edzettek meg, szerintem. Belelendültél? Hát, hogy igen. Elég sokat énekeltem ahhoz, hogy gondolom alakuljon valamire az orgánumom. Érezted, hogy neked jobban kell énekelned? Érzek, érzek rá késztetést, mai napig is. Igen. És mindig szeretném fejleszteni magam, ha bár nagyon nem vagyok egy az a tehát mondjuk nem szeretek bemelegíteni koncertek előtt, sajnos pedig előbb-utóbb most már azért kellene, meg, meg gyakorolni ilyen olyan féle dolgokat. Inkább ezek ilyen, ezek ilyen érzések, hogyha a dal, egy új dal megkövetel ö, szerintem valamit, mert, mert, mert úgy érezzük, hogy annak ott a hely, akkor azt megpróbálom úgy csinálni, ahogy. Ja. És, és egész egyszerűen valószínűleg a dalról dalra változik mindig a hangom, és, és színesedik az évek során. Laci volt legutóbb ugye a vendégem, amikor is a Bagosi Story volt terítéken, tőle is meg, megérdeklődtem, hogy két testvér között hogy lehet tíz, év, tíz évet úgy végig tolni, hogy ott ne legyen konfliktus? Főleg ha két fiú testvérről beszélünk, nem voltak, nincsenek zsörtölődések, nem játszik az egóveretek, vagy ezt tudtátok mindig is kezelni valahogyan? egyáltalán semmilyenféle nehézség nem volt benne, sőt azt hiszem, hogy ez, a, ez, az erőssége és ez, a, ez az, ami könnyít az egészen. Tehát tényleg a, a legelső perctől egész mostanáig mi ketten értjük meg a leges, legjobban egymást, tehát nem, nem kell sok mindent magyarázni, amúgy meg nyilván mivel együtt nőttünk fel, ezért egymást is tudjuk abszolút kezelni, tehát ismerjük egymásnak a, hogy mondják, erősségeit, meg a kevésbé erősségeit, és abszolút jól tudjuk kezelni. A nálunk köcsém szerintem az ilyen, hát ahogy mondják, az ilyen lelki felnőtt a, a csapatban, is, ő abszolút mindig, a, hogyha én vehemensebb vagyok, vagy, vagy ilyen, ilyen erőteljesebben ragaszkodok bizonyos dolgokhoz, akkor mindig nagyon jól le tudja azokat kezelni, és abszolút a helyre tudja varázsolni, vagy, vagy nagyon nyitott rá. Tehát mondjuk, amikor egy új dalt elküldök neki, és azt mondja, hogy ő nincs olyan hangulatban, hogy azt meghallgassa, akkor van olyan, hogy egy-két napot várunk, és, és akkor hallgatja meg, amikor, amikor azt érzi, hogy képes arra, hogy, hogy, hogy úgy hallgassa, hogy tudja, hogy én azt gondolom, hogy az jó. Uh -huh. És, és, ne, és ne, azért, ne azért érzéke kevésbé jónak, mert ő nincsen ő hangulatban. Szóval ezek ilyen nagyon érdekes, odafigyelős dolgok. Tehát akkor nem volt verekedés a kis szobában. Abszolút nem nem titok, tíz év alatt ki is éghet az ember, egy zenekar elfáradhat, hiába az újabb kihívások elő Arina most pedig az MVM-dom, de szerzői válságba is kerülhet egy frontember, vagy a banda többi tagja is úgy érezhetik, hogy most kicsit meg kell, vagy meg kellene pihenni. Volt ilyen pillanata az életetekben, is ha nem, akkor mi az, ami mindig sínen tartja a Bagosi Brothers company -t? Azt hiszem, amúgy nekünk jót tett a COVID, ha mondhatok ilyen. Ja. tehát az, az valószínűleg egy olyan időszak volt, ami akkor pont annyi éve voltunk már a színpadon elég intenzíven, és mindenfélét csináltunk, hogy ha, ha nem jön az, akkor lehet, hogy lenne. De hát ezt nem fogjuk megtudni soha egy, egy, olyan időszak, amikor úgy már azért pihenésre vágyik a, az ember, és újra felszeretne töltődni de a Covid-nak az első hónapai azok, 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 abszolút olyanok voltak, hogy, hogy az kényszer pihenő volt, uh -huh. És, és azóta meg igazából abszolút mai napig is um, töretlenül késztetést érzünk arra, hogy írunk új dalokat, menjünk Ha bár zenénünk. akkor is dolgoztatok, tehát a Covid időszak alatt Persze, formatosan. igen, igen, de másképp, mert, uh -huh. mert nem, volt, nem volt nyomás, tehát igazából saját belső késztetésünk volt arra, arra, hogy csináljuk a dolgokat, és ne tétlenül. Egész egyszerűen tényleg azért, hogy ne, ne essünk ki a körforgásból. A pixisből. <laughs> Tíz év alatt a Bogosi Brothers Company stílusal meg annyit változott. Tudatosan próbálkoztatok más és más dalomokkal, mai napig érezhető, hogy folyamatosan sikeres játékként kezelitek a zenekar dalainak hangzásvilágát. Meddig képes vagy szabad egy együttes változtasson dalainak hangzásvilágán? Mi az, ami szerinted nem férhet bele, mert elfordulnak mondjuk a rajongók? Ez nagyon nehéz és érdekes kérdés. Szerintem mindig meg kell próbálni megújulni valamennyire. Tehát egész egyszerűen azt az ember magáért csinálja. Azért, hogy én magam számára izgalmas legyen, mondjuk 10-20-30 év múlva is a zenél és a dalszövegírás, Igen. ezért én magam muszáj keresek új dolgokat benne. Üm, én azt gondolom, hogy egészen ameddig önazonos próbál maradni a dolog, és, és nem játszod meg önmagad, akkor, akkor az... Lejön az embereknek is, és, 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 és olyankor be is fogadják, mert, mert, mert látják rajtad, hogy, hogy ez is te vagy, az is te vagy, van ma rosszabb napod, van jobb napod, Igen. vannak jobb szövegeid, rosszabbak, és mindenféle stílus próbálsz átfogni. És, és mondom, ha ezt őszintén teszed, szerintem befogadják az a lényeg, hogy a mesterkészséget kell -e megpróbálni elkerülni. Kérdés az is, hogy az alkotási folyamat történhet-e úgy bagoséknál, hogy annak végére ne orbit tegye a pontot. Mennyire beszélitek meg, hogy mi legyen a végső hangzás, hogyha már a hangzásvilágról beszélünk? Persze hiába okoskodsz te a végén, Ligeti Gyuri úgy is rárak egy lapáttal még. Tehát a kérdés az, hogy történhet-e olyasmi, vagy történt-e már olyan, hogy nem Bagosi Norbert teszi a pontot a végére? Szerintem közösen tesszük a végére. Most éppen stúdiózás fázisában vagyunk, innen is majd oda fogok menni, és a Tényleg azt gondolom, hogy közösen tesszük a végére a pontot. Amikor, amikor meg, megvan egy dal, akkor, akkor általában ott ülünk még órákon keresztül, és hallgatjuk, és akkor jönnek a kocingatások, és tényleg akkor hallgatjuk a leges a dalt, és tényleg el vagyunk kájva tőle, hogy milyen jó, mert végülis ez olyan, hogy dolgoztál ugye valamin, és akkor azt mondod, hogy nem is elkészült, ugye, egy dal nem tud elkészülni, de elengeded a kezét. Igen. És akkor hátraülsz, és akkor azt, 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 úgy élvezed, azok az egyik leges pillanatok. Um, Nyilván vannak olyan dalok, amikor egyikünknek erősebbek az érzései ezzel kapcsolatban, most vannak olyanok, amikor másnak. Van olyan, amikor abszolút egyetértünk, van olyan, amikor keresgéljük az útját annak, hogy, hogy azt hogy is lehetne úgy megcsinálni, hogy tényleg jó legyen. Most jutott eszembe az a kérdés is, hogy változik-e egy dal nálatok bagoséknál, amennyiben, tehát a kiadást követően, mondjuk az elkövetkezendő öt évben, ugyanaz a hangzásvilága, ugyanaz a mondani valója, vagy egy dal változhat. Változhat abszolút, sőt, szerintem változnia is kell, tehát ö, ö, egyrészt hangzásilag is színpadon, uh -huh. tehát, tehát mondjuk úgy, ahogy érik, változik a, a hangom, az is máshogy fog szólni, hogyha előbb-utóbb bekerülnek új gitárok, cserélődnek a Igen. színpadon, az is máshogy fog szólni, és néha-néha berakunk extra dolgokat, hogy, hogy ne ugyanúgy játszódjuk mindig, ez az egyik, a másik meg, hogy ez szerintem egy jó szövegnek ért, az értelme is változik. Tehát, hogyha nem tudom, egy, egy bagosit meghallgat egy, egy 20 éves ember, az majd, ha újra hallgatja 50 éves korában, akkor szerintem igenis mást kellene jelentsen neki. Ha egy rangsort kell állítanod sikereségben dalaitoknál, mely öt szerzeményt jelölnéd meg? Öt-öt a legsikeresebbek közül? Most nem feltétlenül a számokat kell néznünk, mondjuk elérés szempontjából, YouTube-on vagy ilyesmi. Számodra melyik az öt legsikeresebb? Akkor ilyen kedveseket is. Aha, hát, a, hát az olyan öt, azt, ugye, azt, azt nyilván azt oda sorolnám, mert az az nagyon sikeres lett. És akkor, amikor írtuk, akkor akkor tudtuk, hogy izgalmas lesz, de azért mégis megosztó volt. A, az álmodjén nekem az eszembe jut, uh -huh. az, nekem, az nekem, nagyon, nagyon tetszik, meg az őszi szél. Ezekből egyik sem annyira megy a koncerteken, vagy, Igen. vagy nem tudom az interneten, de mi nagyon szeretjük őket. Ez már három. Igen, ez már háromnál járunk, akkor mondjuk legyen a valahol itt. <laughs> Igen. Az és a, csak az ég tudja. Uh -huh. Tehát ezeket sorolod fel, te az öt sikeres uh, dalotoknak. Hát én még a maradj így, beválasztottam. Hát de jó, de nem lehetne hat. Hát jó, akkor legyen hét. <laughs> okay. az elmúlt tíz évről sokat beszéltünk, de hogyan látod az elkövetkezendő tíz esztendőtöket? Mire vágysz? Változatosnak látom, tehát most értük el azt, hogy azt a szintet, hál' Istennek, hogy tényleg ilyen nagy-nagy koncerteket tudunk csinálni, amikor mindent mi álmodunk oh. meg a, világítástól a hangig, az extra produkciókig, és azt, hogy hogyan öltöztessük új köntösbe a dalainkat. Ezután, ezután új terep következik, és kísérletezhetünk nagyon-nagyon sok dolgot. Van, van is egy pár megkeresés részünkre, van egy pár saját gondolatunk, amit a következő egy-két-három évre abszolút tele vagyunk sok jó ötlettel, amiből nyilván nem árulnék el kb. semmit, mert, mert hogy ez maradjon a jövő okay. de, 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 tényleg van egy, van egy csomó olyan dolog, ami úgy izgatja a fantáziánkat, és abszolút kipróbáljuk majd magunkat. Na és mit kell tudnunk a Budapesti MVM Dómos jubileumi koncertetekről? Vannak még egyek egyáltalán, és ki a bemelegítő, erről is beszélgessünk. Ezt az interjút amúgy február 7-én rögzítjük, úgyhogy ilyenkor vannak-e még egyek február 7-én? Ilyen azt hiszem 95 ban vannak elfogyva Vágy. a jegyek KB, úgyhogy úgyhogy már nem sok van, úgyhogy aki, aki tud a Erre nem számítottatok, relát. hogy ilyen sok jegy értékesítődik, vagy remiketetek benne? Remény, reménykedtünk. Tehát uh -huh. igazából tényleg az van, hogy én az az ember vagyok, aki soha nem, soha nem számolgatja, hogy vajon mi lehet, meg hogy lehet, meg mi nem lehet. Nem stresszes rá. De, hát én nem megpróbálok, de hogy nyilván, nyilván azzal a tudattal kezdi el ember egy ilyenek a szervezését, hogy, hogy arra törekszik, hát hogy tessz. igenis fogjon el minden jegy, és ugyanúgy a zenekart is azért alapít az ember, hogy egyszer egy ilyen <laughs> helyen játszodjon, és... Um, tehát akkor 95%-a a jegyeknek már elfogyott, körülbelül egy ezer jegy van akkor még, ami értékesítése vár. Na és ki a bemelegítő? Ki lesz Bagosi Brothers company előtt? Daragi Peti barátunk fogja csapni a, a húrokat az Intim Torra illegából. óriási buli lesz, azt mi is várjuk személyesen, mert most már ugye jó pár éve jóba vagyunk, és és hát amúgy ritkán adódik meg, hogy egymásnak a koncertjeire elmenjünk, ugye két zenész általában ez, 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 ezt úgy nehéz Jaj, összehozni, mert mindig más színpadokon éppen éneklünk, gitározunk, úgyhogy ez most egy nagyon jó felállás lesz. Norbi, én meg szeretném köszönni nektek, hogy a magyarországi közönség is megismerhette hangomat a visszajövő című szerzeményben. Szerintem más nem is mondhatta volna jobban fel azt a néhány időjárás előrejező sort a dal második felében. Legalább annyira menő, vagány és sikeres tíz évet, mint az elmúlt kétszer öt esztendőben nektek, és találkozunk az NVM Domba március 11-én. Köszönöm. Köszönjük szépen, ott találkozunk. Rádió Gaga Interjú